hanem ha azt mondom, hogy nevezi önmagát a lengyel. Na most, hogy nevezzük mi őt? Hogy nevez ő bennünket? Na most, hogy ezt kimondja ez itt, vagy nem, az egy más kérdés, mert úgyis kisbetűvel írjuk. És hogy nevezzük mi magunkat? Na jó, ebben megegyeztünk. Na most, létezik a lengyelben egy ilyen hang. Ezt hogy ejtjük ki? Ugyanúgy, mint az angol ezt a betűt. Terhova? Biztos ismerjük, hát a lengyel szövegekben rögtön szembe tűnik. Tehát ezt nem alakban ejtjük ki, hanem egy ilyen alakban. Ami azt jelenti, hogy ezt én nyugodtan ugyanezzel a jellel írhatnám. Na most az erre az egymást váltja. Ha nem, akkor kérdezzük meg mondjuk egy gyereket, hogy mondják, hogy réparetek magyarul. Tehát az a legtipikusabb váltóhang. Ez mit jelent? Az, hogy ugyanarról a népről van szó. Tehát amikor én őt megnevezem, vagy ő engem megnevez, akkor a lényegi azonosság hangsúlyozódik. Amikor én saját magamat nevezem meg, vagy ő saját magát, akkor a különbség hangsúlyozódik. De ez egy és ugyanaz a nemzet. Egy a különbség, őt sikerült elszlávosítani, bennünket még nem.